azzal a örömteli hírrel tudok önök számára szolgálni, hogy a Magyar Országgyűlés elfogadta a 2018-as költségvetést. Egészen pontosan 127 igen szavazattal és 62 nem szavazattal, tehát itt meglett a kétharmad, több mint kétharmados voksot kapott a parlamentben az 2018-as költségvetés. Köszönjük szépen a tisztelt háznak a támogatást. Ami a lényeget, a tartalmat illeti, 2018-ban azokat a gazdasági folyamatokat szeretnénk folytatni, amelyeket az elmúlt években jellemezték az államháztartás működését és a gazdaság működését. Tehát az a cél, hogy 2018-ban is a gazdasági tartós növekedési pályán maradjon. Úgy terveztük meg ezt a költségvetést, hogy 4,3%-os növekedést vettünk alapul. A hiány mértékét továbbra sem kívánjuk elengedni, azaz 2,4%-os lesz ez a hiány mérték, és az infláció mértéke pedig 3% lesz terveink szerint. Úgy gondoljuk, hogy a idei év fogyasztói áremelkedése és inflációs árhatáshoz nagyjából ezt a számot fogja elérni. Az a célja a költségvetésnek, hogy a magyar családok erősödjenek, a magyar emberek álló lehetőségek bővüljenek, és a vállalkozások versenyképessége pedig javuljon. Ezt a hármas célt tűztük ki magunk elé, és olyan módosításokat fogadtunk be az elmúlt hetekben a parlamenti vita során, amelyek ezt tudták tovább erősíteni. Elmondhatom önöknek, hogy 2018-ban is mérséklődnek a munkáltatók terhei, folytatódik az adócsökkentés, folytatódnak azok a bérintézkedések, bérfelzárkóztatások, amelyeket már korábban megkezdtünk, és ezek még kielégészülnek további béremelési programmal is, valamint növelni fogjuk a családok támogatását. Egy-két elemet hadd emeljek ki ezek közül. Az otthonteremtési támogatást folytatni fogjuk, 20 milliárd forinttal több lesz otthonteremtésre, mint az idei esztendőben, egészen pontosan 226 milliárd forint. A béremelések üteme változatlan, a tavaly megkötött 6 éves adócsökkentés és bérmegállapodásnak megfelelően a következő évben 8%-kal nő a minimálbérnek az összege, és 12%-kal fog növekedni a szakmunkás bérminimum, vagy ahogy máshogy szokták mondani, a garantált szakmunkás bérminimumnak az összege. Ez azt jelenti, hogy ha idén számolhatunk egy 8-8,5%-os reálbér növekedéssel, akkor jókunk van azt mondani, hogy 2018-ban is ez a bérnövekedési ütem maradhat meg. Megalapozza a számításainkat, hogy idén első negyedévben 4,2%-kal nőtt a magyar gazdaság, tehát úgy számolunk, hogy ez az ütem ebben az évben meg lesz. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az elmúlt 10 évnek a második legjobb adatáról van szó, tehát az, hogy a szolgáltatások, az ipar, az építőipar teljesítménye jó volt, azt mutathatja, hogy ez ebben az évben tartós lesz. Visszatérve az elfogadott költségvetésre, 1156 módosító indítványt nyújtottak be a parlamenti képviselők, de ezeknek a együttes hatása végül, vagyis az elfogadott módosítások együttes hatása nem emelte meg a tervezett hiánynak a szintjét, tehát a hiányunk továbbra is 2,4%. Az a célunk, hogy azok a fejlesztési programok, amelyeket elindítottunk, folytatódjanak. Ennek érdekében a kormány továbbra is érdekelt abban, hogy az otthonteremtési program, a 6 éves bér- és járulékcsökkentési megállapodás, valamint az uniós források hatékony felhasználása megvalósuljon. Hozzá kell ezt tennem, hogy a munkaadók és a munkavállalók egyöntetően támogatták azt tavaly novemberben, hogy ne csak a bérek növekedjenek 2018-ban, hanem a közterhek is csökkenjenek. Ennek érdekében tehát a munkáltatói járuléknak a szintje 22-ről jövőre 20%-ra fog csökkenni. Ez durván olyan 140 milliárd forintot fog otthagyni a vállalkozásoknál. Ez tehát mindenképpen segíti ezeknek akár a fejlesztését, beruházását, akár pedig a bérintézkedését. Adótörvényeket ugye kedden szavaztuk meg, erről már beszámoltunk önöknek. Fontosnak tartom itt is, hogy az adócsökkentéseket folytatni fogjuk. Az úgynevezett alapvető élelmiszerek körébe bekerült a csökkentett áfa mértékével a hal, úgyhogy jó étvágyat a halhoz, egyenek minél többet, mert egészséges. Most már olcsóbban lehet ezt is megtenni.
És ugyancsak ebbe a körbe került be a sertés belsőségeknek az áfája is. Szakma kérése volt, hogy ne csak a sertés hús, hanem ha valaki egy jó rántott májat akar enni, akkor a rántott májhoz való sertés máj is olcsóbb legyen. Hát ennek is csökkent az áfája, a parlament ezt elfogadta. Reméljük, hogy élnek majd önök is és mások is ezzel a lehetőséggel. Egyre többen dolgoznak, örömmel mondhatom, hogy több mint 100 000-rel többen dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatásra szánt összegek mértékét csökkenteni tudjuk. Szeretnénk minél több ember számára lehetővé tenni, hogy az elsődleges munkaerőpiacra vissza tudjon jutni. Felnőtt képzés, oktatási programok, a szakképzési program átalakítása lesz, amire a mostani parlamenti döntéssel megkaptuk a zöld utat, a zöld jelzést. Az adótörvények egyébként összességében 260 milliárd forintot fognak otthagyni jövőre a családoknál és a vállalkozásoknál, hiszen nem csak a családokat érintő kedvezmények nőnek, többek között mondjuk a két gyermekeseknél a adókedvezmény mértéke, hogy a gyerekenként 15 000-ről 17 500 forintra, hanem a vállalkozásoknál a munkáltatói járulék mellett csökkenni fog a kisvállalkozói adónak a mértéke is. Ha vannak önök között érintettek, akkor jó hírként írhatják le, hogy idei 14% helyett jövőre csak 13% lesz az adókulcs mértéke, tehát itt is tudtunk csökkenteni. A demográfiai programhoz való hozzájárulás keretében olyan intézkedések is elfogadásra kerültek most a parlamentben, amelyek a gyermeknevelést, a gyermekvállalást teszik könnyebbé. Többek között most tudtunk arról dönteni és szavazni, hogy a diákhitel tartozással rendelkező fiatal nők teljes adósságát elengedi a kormány, amennyiben 3 vagy több gyermekről van szó. 2 gyermek esetén pedig a diákhitel tartozás 50%-át lehet majd 2018. január 1-től leírni. Ugyancsak ebbe az elfogadott költségvetési jogszabályba került bele, hogy az állam átvállal 1-1 millió forintot a jelzálog hitellel rendelkező családoktól, amennyiben itt is a harmadik vagy további gyermek megszületéséről van szó, és a diplomás gyed időtartamát pedig kitoljuk 1 évvel, vagyis a gyermek 2 éves koráig a hallgatók esetében a gyed mértéke nőni fog. Anyasági támogatás jogosultsági körét kiterjesztjük, babakötvényt kaphat most már a határon túl élő magyar állampolgár is, amennyiben magyar állampolgárként születik meg, vagy regisztrálja a gyermekét. Bölcsődefejlesztési programot fogunk indítani, 3,5 milliárd forintot fogadott el erre a parlament, és ezt még a parlament egy módosító indítvánnyal meg is emelte ezt az összeget. Valamint ugye jövőre megalakul az a demográfia és családkutató intézet, amelyik a szakmai háttért fogja erősíteni a demográfiai program mögött. Hölgyeim és uraim, ennyit röviden a költségvetésről. Összefoglalva, jövőre ismét többet lehet fordítani a családok megélhetésére, a gyermekvállalás támogatására, munkahelyteremtésre, munkahelyek megőrzésére, a különböző életpályaprogramoknak a folytatására, a nyugdíjak értékének a megőrzésére, és a gazdaság fejlesztésére is. A parlamenti képviselőknek köszönjük ezt a támogatást. A jogszabály hamarosan majd megjelenik a magyar közlönyben.